A törvényhozásban végzett tevékenységüket összegezték a nyilvánosság előtt Novák Zoltán és Császár Károly, az RMDS szenátorai. Kiemelték, a politikai csatározások és a kormányválság miatt kevés idő maradt az érdemiri munkára, ezt azonban kihasználták. Nem volt egy könnyű a 2019-es év a parlamenti munkában, mondta el Novák Csaba Zoltán szenátor, hiszen a két választás és a kormányválság is számos bizonytalanságot hozott, és ez a törvényhozási munkát is a politikai korlátok közé szorította. Vannak azonban így is olyan eredmények, amelyekkel elégedettek lehetnek. A tanúgy bizottságban néhány fontos kérdést azért sikerült megtárgyolni, olyat is, amely általánosan országos szinten fontos szerepet játszott, és olyat is, amely a magyarság szempontjából volt fontos. Egy olyat mondok példaként, amely mindkét szempontnak megfelel. Kötelezővé tettük az óvodai oktatást 2019-től, tehát 2030-ig az óvodai oktatás kötelező lesz minden csoport kis, közép és nagy csoport számára. A Felsőház Jogi Bizottságában tevékenykedő Császár Károly számára az elmúlt esztendőben a visszaszolgáltatáshoz és a tulajdonjog rendezéséhez kapcsoló feladatok voltak. Szerintem a legfontosabb az az volt, hogy sikerült olyan lépéseket elérni a visszaszolgáltatás terén, hogy az emberek könnyebb eljárással tudják, tudják intézni a házak körüli ingatlanok tulajdonjogának rendezését. Ezen felül természetesen egy egész sormás témával is foglalkozott, amelyek közül a közigazgatási törvénykönyvvel kapcsolatos kérdéseket és a vadásztörvényt a medvekérdés rendezését tartotta kiemelkedően fontosnak.